megérkeztünk a jó kis ladás mezőnyéhez. Elsőként is Vizeli Károly és Nagy Péter a ladával. Bár a meccsekben jártatok már Baranyak után, viszont ez az első meccsek rólítok, mint egy kicsit izgulnak. Annyira nem, főleg, hogy nem jártunk itt, egy teljesen nem sinyeztünk. De jó! Jócsi is jönnék, de nem a pára, hogy bőzni, hogy minden sikerült jól is eljösszük. Ugye, hogyha kimondja az ember a pálya szélén a Vizeli nevet, akkor azért a nézők elvárják a látványos autózást is. Bár tudom, hogy azért az időeredmény is fontos nektek, de azért megcsapatjátok. Igazából sok képen idejött a hírnek, hogy próbál minden valamit, amivel a nézők van tetszett. Melyik pályára készültök a legjobban? Igazából minden. Szerintem a legkomolyabb az utolsó gyorsan. Sok szerencsét nektek is, találkozunk a célban. Kifelé Vizeli Károly és Nagy Péter a LFTS-sel. Érdemes megnézni az autónak a műszerfalát, teljes egészében digitális műszerfal van benne. Kácsi! Sziasztok! Csári! Számmal Vizeli Károly és Nagy Péter futottak be. Yeah.
Titeket is arra kérünk, hogy szálljatok ki. A közönség egyik nagy kedvencei voltatok ezen a versenyen. Abszolút 29. hely, kategória 7. Te is ennél előrébb szoktál végezni, viszont tegnap azt ígérted, hogy keresztbe hosszába autózás lesz a nézőknek, ezek szerint akkor ez megvolt. Ez így volt, beszerettük az utcai gumikat, és csúszkáltunk mindenhol, ahol csak tudtuk. Éreztétek? Nagyon, kifejezetten. Autó hibátlanul végigbírta? Az autó csodálatos. A szervezés fiúknak köszönhetően. Jövőre? Jövőre ugyanígy látjuk, az még messze. Így legyen. Vizeli Károly és Nagy Péter, akik ezen a versenyen, tehát a közönség nagy kedvencei lettek. Abszolút 29. és kategória 7. helyet megszerezve, de inkább a közönség sikerre hajtottak.